Dortmund és Debrecen került közvetlen összeköttetésbe az április 26-a óta közlekedő légijárattal. A heti két alkalommal forduló vízergép egyelőre inkább a külföldön dolgozók és az alkalmilag kiutazók körében népszerű, de beutazó turizmus számára is kínál lehetőséget, mellyel fürdővárosunk élni kíván. Május 6-a, hétfő délután, mindjárt 3 óra. A légi irányító a monitoron figyeli az érkező Airbus A300-as közeledését, még egy rövid kommunikáció a legénységgel, és nem sokkal később átsuhan fölöttünk a vízergép, hogy pontosan ráfordulhasson a kifutópályára. Újabb néhány perc, és Hajdúszoboszló Hajdúszobát irányából feltűnik egy fényes pont. 15 óra 10 perckor pontosan és könnyedén landol az új menetrend szerinti járat a debreceni repülőtéren. A repülőtér személyzete gyorsan dolgozik, néhány perc múlva az érkező utasok már a csomagfogadó hűvösében állnak. Még néhány perc is begördülnek az útitáskák bőröndök, lehet kicsekkolni. Sarolta a barátját látogatta meg a hétvégén. Milyennek találta az utazást? Az utazás? Hát repültem már vele, kicsit félelmetes, de szerintem jó. És miért félelmetes? A felszállás meg leszállás. De egyébként kényelmes volt minden, elégedett? Elégedett teljesen. Teljesen elégedett vagyok mindennel. Dr. Steinmetz György és kedves párja kecskemétiek ugyancsak a Cíbisváros repülőterét választották. Nem először mentünk Dortmundba, futballmérkőzésre természetesen, ugye Dortmundban jár München bajnoki labdarúgó mérkőzésre, és az ősszel ugyanezen városban jártunk, de Budapestről indultunk, vagy találtunk ilyen jóval kedvezőbb repülőjáratot, jóval olcsóbbat, többszörösen olcsó volt Debrecenből indulni, mint Budapestről. Úgyhogy ez vezetett bennünket, hogy innen induljunk Debrecenből, és ne pedig a pesti járattal. Indítása óta a negyedik járat szállt le ezen a napon Debrecenben. Az első alkalommal 163-an érkeztek Dortmundból, és 131-en utaztak ki. Most 105-en várakoztak a felszállásra, fiatalok, idősebbek, családosok. Kint dolgozunk Németországban 4 éve, és Debrecenben lakunk, és Dortmundtól nem messze van a munkahelyünk, úgyhogy mi gyakorlatilag nagyon örülünk ennek a járatnak is. Dr. Horváth Géza feleségével és két lányukkal az első pénteki géppel látogattak haza. Maximálisan elégedettek voltak az utazással, és a jövőben is igénybe kívánják venni a lehetőséget. Rövid időn belül minden feltétel adott a visszaindulásra, a pilóták megkapják az engedélyt, majd percnyi pontossággal nekiíramodik, és elsuhan Dortmundba a gépmadár. Hajdúszoboszló turizmusa számára potenciális küldőterület lehet Németországnak ez a vidéke, Dortmund és környéke. Németország számunkra eddig nagyon fontos volt, és úgy gondolom, hogy ezután is foglalkozni kell ezzel a piaccal. Ugye ez a westfáliai terület, a Ruhrvidék környéke, ez egy elég sűrűn lakott és hát jó módú település, úgyhogy én úgy gondolom, hogy van ott keresnivalónk. Az előzetes infók alapján kérdezve a szolgáltatókat, hogy kinek van onnan partner kapcsolata, hát nincs sok, tehát a lehetőség az új kapcsolat kialakításában van, és meglovagolva itt a vízerjárat nyújtotta lehetőséget, én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen próbálkoznunk kell. Hogyan nyit Hajdúszoboszló ebbe az irányba? Már amikor az első hírek megérkeztek, hogy Dortmund felé járatnyitás lesz, mi azonnal léptünk és a külképviselettel felvettük a kapcsolatot, úgyhogy ennek hála már most májusban egy újságírói study tour lesz az MTZRT-vel Debrecennel közösen szervezve, illetve június elejére pedig túroperátorokat, utazási irodákat várunk szintén egy ilyen közös szervezéssel erről a területről.